Egy okból a csodán az élelmiszerekben lévő tápanyagokat fogjuk kimutatni, amelyet tulajdonképpen a kémiában szervetlen és szerves anyagként csoportosítunk. A reakciók egyszerű kémiai reakciók, illetve nagyon sok eszközt igényelnek. Az alábbi eszközök használandók, egy fehér tálca, rajta gumikesztyű, ugye a vegyszerek miatt muszáj védenünk a bőrünket, illetve későbbiekben sérülés esetében a vérünket, egy darab fa kémcsőfogó, alkoholos filc, óraüvegen egy szelet krumpli, sárgarépa, illetve alma, peticsészében előre meghámozott napraforgómag, dőzsmozsár törővel, egy darab gyufa, tárgylemez, kettő darab fedőlemez, egy darab főzőpohár, benne cseppentő, hozzá egy vizes flaska, borszeszégő, egy darab kémcsőállvány, benne 5 darab kémcső. Külön tálcán elhelyezve oldatokat találunk, először nátrium, nátriumhidroxid oldat, részszulfát oldat, szodál 3 oldat, illetve lugol oldat található a tálcán. Külön elhelyezve kis főzőpohárba tejföl, mellette két kis főzőpohárban tejföl H felirattal találunk edényeket, mert ugye majd a tejföl hamisítását vizsgáljuk, hozzá egy darab fém vegyszerkanáját, találunk majd lisztet, körülbelül 3-4 kanyálnyit, mellette egy darab vegyszerkanál, étolaj, főzőpohárban feliratozva, tej, főzőpohárban feliratozva, tojás sárgája, illetve fehérje feliratozva, és hozzá egy darab fém vegyszerkanál, illetve a gyakorlathoz még egy darab mikroszkóp és mikroszkóp használati útmutató is jár. A gyakorlat lényege tehát, hogy szervetlen és szerves anyagokat próbálunk kimutatni, inkább szerves anyagra koncentrálunk. A szerves anyagoknak 4 csoportját különböztetjük meg, ugye vannak a szénhidrátok, vagy más néven cukrok, vannak a zsírszerű anyagok, amelyek közé a zsírok és olajok tartoznak, kémiai nevük lipidek, a harmadik csoport a fehérjék, a negyedik pedig a nukleotidok. A mai gyakorlat során a 4 szerves csoport közül 3-at fogunk kimutatni, először is a szénhidrátokat, majd a lugololdat segítségével, a szénhidrátok közül a keményítőt tudjuk ezzel kimutatni. Második lépésben a lipideket mutatjuk ki a szután 3 oldattal, és harmadik lépésben pedig a különböző élelmiszerek fehérje tartalmát mutatjuk ki, nátriumhidroxid, illetve részszulfát segítségével az úgynevezett biuret reakció által. A gyakorlat első részeként a előre elkészített 3 növényi szerv darabot fogjuk majd megvizsgálni. Itt van egy szelet krumpli, egy szelet sárgarépa, illetve egy szelet alma. A gyakorlat során mi tulajdonképpen az egerekben lévő szénhidrátokat szeretnénk kimutatni, és első lépésben egy fémvegyszerkanál felső végével megkaparom a növényi szerveket, tulajdonképpen mechanikai roncsolást végzek, és ezáltal ugye a növényi sejt falát roncsolom el. Krumplit már megkapartam, jöhet a répa, nem kell nagyon, néhány kaparás elegendő, ahogy a szakácskönyv írja ízlés szerint, illetve az alma termésnél is ezt megteszem. Tehát mechanikai roncsolást végeztem ennek a vegyszerkanálnak a segítségével, most pedig fogom a lugol oldatot. A lugol oldat egy barnás oldat, és a reakció lényege, hogy ez a lugol oldat majd a keményítővel reagálva kék színűvé fog válni. Most látjuk, hogy sötét-barna színű, és hogyha keményítő van az adott oldatban, vagy éppen növényi szerben, akkor el fog kékülni, illetve feketedni. Nézzük. Itt a krumpli, kapart felület, várom, hogy keményítő legyen benne. Egy csepp lugololdatot teszek rá, és gyönyörűen látszik, hogy először sötétkék, majd fekete lesz. Megteszem ugyanezt a répával, egy csepp lukololdat, kékül, illetve a fekete elszíneződés már is látszik. Nézzük, mi lesz az almával. Egy csepp lukololdat. Itt kevésbé látszik az elszíneződés, néhol látszik, de valójában ugye érett gyümölcsben szőlőcukrot vagy gyümölcscukrot találunk, keményítőt még igazából nem találunk.
Tehát burgonya és sárgalépa gyönyörűen mutatja a lugor oldal C reakcióját. Lényege még egyszer, hogy a keményítővel reagál lugor oldal, és tulajdonképpen fizikai változás történik magában a keményítőben, és ezáltal a fényt másképp fogja megtörni. A kísérlethez kapcsolódik, hogy nézzük már meg, hogy tulajdonképpen a krumpliból vett kaparék, krumpli gumóból vett kaparék, hogyan látszik majd megszínezve a mikroszkóp alatt, tulajdonképpen a krumpliban lévő keményítő szemcséket szeretnénk mi mikroszkópban megvizsgálni. Tehát ez egy növényi szerv. Ebben vannak növényi szövetek, illetve növényi sejtek, és a növényi sejtekben lévő keményítő szemcséket fogom én most mikroszkópban megvizsgálni. A gyakorlat során ugye vigyázok a balesetvédelmi előírásokra, például rajtam van mindig a gumikesztyű a vegyszer használat miatt, illetve a tárgylemez töréken, és ezért kettő, illetve három ujjal fogom meg. Helyezzük magunkhoz közelebb a tárcán. Most szintén az előző fémkanál segítségével vegyünk már a krumplinak még nem festett részéről egy kis kaparékot, és helyezzük a tárgylemez közepére. Ha nem akarna sikerülni, akkor segíthetünk esetleg a cseppentő végével, de azért zömében sikerülni szokott. A következő, ugye erre a kaparékra tulajdonképpen vagy vizet kellene nekünk most cseppentenünk, és meg is teszem a szokott módon, tehát itt van ugye a kis főzőpohár, beleteszem a vizet, benne van a cseppentő, és azt mondom, hogy egy csepp vizet cseppentek a kaparékra, ráhelyezek egy darab fedőlemezt, ez is nagyon balesetveszélyes töréken, és ugye a fizika törvénynek megfelelően oda fogja vonzani a fedőlemezt maga a tárgylemez. És így a vizsgálandó tárgyam stabilabb. Az ismert módon a mikroszkópba behelyezem ezt a tárgylemezt, most részleteiben nem mondanám el, az előző gyakorlatok során már megtanultuk. Tehát bekapcsolom a mikroszkópot, tárgyasztalt leviszem alapszintre, áttekerem a négyszeres nagyításra a vizsgált tárgylencsét, behelyezem a tárgyasztalra a tárgylemezt, beállítom, hogy jó helyen lássam, jó helyen legyen a tárgy, és akkor tulajdonképpen, ha van szemüveg, leveszem, nagyon fontos balesetvédelmi figyelmeztetés, fölemelem a tárgyasztalt maximális szintre, belenézek, nem nagyon látok semmit, de próbálom lefelé tekerve a tárgyasztalt élesíteni a képet, és nagyon szépen látszik maga a kaparék. De én ugye ezt nem festettem meg, nem látom a növényi sejtekben a keményítő szemcséket. A következőt csinálom, kiveszem ezt a tárgylemezt, elteszem a biztonságos helyre, egy másik tárgylemezt veszek elő, ide teszem, megint veszek kaparékot a krumpliból, ezt a kis kaparékot ráhelyezem szintén a tárgylemez közepére, most viszont nem teszek rá vizet, hanem egyből rádobom a fedőlemezt. Hol is a fedőlemezünk? Itt található. Megfogom, rádobom. Nincs most rajta, illetve alatt a víz. Kicsit megkopogtatom. Viszont azt fogom csinálni, hogy most lugol oldatot fogok a fedőlemez szélére cseppenteni. Egy csepp talán elég, figyelem, hogy hol van a fedőlemez széle, és az az egy csepp már is be fog a fedőlemez alá szépen áramolni. És gondolom, hogy a kaparékban lévő növényi sejtekben a keményítő feketévé válik, és ez már látszik is, így a tárgylemezen is nagyon szépen. Behelyezem a mikroszkópba, a szokott módon. Négyszeres nagyításnál kezdtek. Föl tekedem, és lefelé engedve élesítem a képet, és nagyon szépen látszódnak a szemcsék. Egy kicsit, hogyha ránagyítunk, majd fölülről is, akkor látszik, hogy gyönyörűen
adja a szélreakciót, illetve a munkafüzetben is találunk erre képet. Itt is meg tudom ezt mutatni. Itt kell majd látni. Tulajdonképpen ezt valami hasonlót kell nekünk a mikroszkópunkban látni, és látszódik a megfeketedett, keményítő szemcsei tömege. Jó, a következő lépésben pedig megnézzük, hogy régebben tejfölt hogyan hamisítottak a piacon. A vizsgálat célja a következő. Mikroszkópot persze közben kikapcsolhatjuk, és a tárgyam ezt kivesszük, biztonságos helyre, ha szükséges feliratozhatjuk is, de ilyen esetben nem kell. A következő, ugye a tejfölnek a hamisítása. Régebben a nénik vitték a tejfölt a piacra, és minél jobb áron szerették volna eladni. Ugye a tejföl önmagában valamilyen állagú, valamilyen sűrűségű. Nézzük meg! Ez a tejföl ilyen állagú, ilyen sűrűségű. Na most valójában ebben elvileg nem lehet keményítő. Viszont, ha a néni lisztet tett a tejfölhöz, akkor ugye sűrűbb lett az állaga, és ezzel esetleg jobban el tudta adni a portikáját a piacon. Na most tudjuk azt, hogy a liszt növényi magokból készül, búza magból készül, és a búza mag tartalék tápanyaga a keményítő. Tehát biztos van benne keményítő. Tehát, ha ment az ellenőr a piacra zsebében a lugol oldattal, akkor a lugol oldat adta a szírreakciót a hamisított tejföl esetében, mert a hamisított tejfölben volt liszt, volt benne keményítő, és ezért a lugol oldatot belecsepett be, megfeketedett. Na most ezt a kísérletet fogjuk megcsinálni feliratozva, ott van tejföl, illetve tejföl H, hamisított tejföl. Tegyünk mindkét edénybe egy kis kanálnyi tejfölt. Nem kell sokat, valamennyit. Na most a következő, másik vegyszerkanál segítségével a hamisított feliratú edénybe tegyünk már egy kis lisztet, nem kell sok, ízlés szerint, ahogy a szakácskönyv is írja, és összekeverjük. Kanalat végül is benne hagyhatjuk, mert nagyon sok ugye rajta maradt, ráragadt. És akkor tulajdonképpen itt van egy tiszta tejföl, itt van a hamisított tejfölünk. Ha eldől az edény, nem baj, akkor kivesszük a kanalat. Lugololdat, ugye hozza az ellenőr a piacra, a zsebében a lugololdatot, és köszönti a asszonyokat. Egy csepp lugololdatot fogunk a tiszta tejfölbe is cseppenteni, és egy cseppet a hamisított tejfölbe. Látszik a különbség, a tiszta tejfölben a lugololdat barnás színű marad, a hamisítottban gyönyörű szépen megfeketedik. Tehát a hamisított tejföl ki van mutatva. És a hamisítót büntetés céljából viszik a megfelelő hatósághoz. Kész. Tehát tejfölből, hamisított tejfölből, azaz lisztből, növényi magok, tápanyagát, a keményítőt, lugol oldattal ki tudjuk mutatni. Következő, áttérünk a lipidek kimutatására. Ugye a lipidek nagyon sok növényi részben találhatók, például a napraforgó növényi magjában. Az itt elhelyezett élelmiszerek közül étolajban, illetve tej. Na most ezeknek a lipid tartalmát próbáljuk kimutatni. Első lépésben a kémcső állványon lévő 5 darab kémcsövet alkoholos víz segítségével feliratozzuk. 1-es, 2-es, 3-as, 4-es és 5-ös kémcső. Ezek kellenek a későbbiek során. Először a napraforgóban lévő lipidet fogjuk kimutatni. Napraforgó mag, maghéj nélkül, peti csészében el van helyezve. Na most ezt bele fogjuk a gőzsmozsárba önteni.
és a dörzsmozsát törőjével szépen falhoz dörzsöljük a magot. Nem kopácsolunk, mert eltörhetnek az eszközök, hanem dörzsöljük a magokat, és elvileg egy mechanikai roncsolást fogunk végezni. Teljesen apróra kellene a magokat szépen eltörni. Tehát még egyszer mondom, ez mechanikai roncsolás, majd mindjárt egy kis kémiai oldást fogunk csinálni, de csak víz segítségével, tehát nem használunk hozzá más anyagot. A víz most elegendő lesz ahhoz, hogy ezt a minimális lipid mennyiséget innen kioldja, tehát ami nekünk a gyakorlathoz kell. Egyébként ugye etil alkohollal tudnánk nagyon mennyiséget kioldani, tehát én szépen töröm, dörzsölöm, mert dörzsmozsára neve egyébként, és nem kopácsolok, vagy próbálok nem kopácsolni. Tehát ilyen szép állagú, napra forgó halmaz hoztam létre, már érzik az illata, a napra forgónak vagy licának a jellegzetes illata. Tehát mechanikai roncsolás után víz segítségével, amit a vizes foskából veszek, víz segítségével minimális oldást végzek. Tulajdonképpen egy főzelékszerű készítményt állítok elő, szotyi főzeléknek is szokták a diákok nevezni, és tulajdonképpen, még egyszer mondom, lipidet szeretnék egy kicsit belőle kioldani. Nagyobb oldást nem érek el a vízzel, de most ez, ami nekünk kell, ez elegendő. És próbálom még egy kicsikét dörzsölgetni. Ha ezzel megvagyok, úgy gondolom, hogy jó, akkor tulajdonképpen az egyes kémcsőbe a dörzsmozsárból a száj nyílásán, csúnyán mondva, kiöntök valamennyi anyagot, körülbelül 2 ujnyit vagy 3 cm magasságú folyadékoszlopot hozok létre, és visszahelyezem a kémcső állványba. Nem használt eszközöket egy kicsikét félreteszem. És a következő, a szotyi főzelékből víz hatására, ugye lipidet akarok kivonni kisebb-nagyobb sikerrel, de hogyha melegítem, akkor ez nagyobb valószínűséggel létrejöhet, és tulajdonképpen a borszesz égőt fogom benyújtani gyufa segítségével. Határozott mozdulattal a gyufát lángra robbantom, begyújtom a borszesz égőt, és kémcső fogó segítségével megfogom a szotyi főzeléket tartalmazó kémcsővel, és már is melegítem. A melegítésnél nagyon kell vigyázni, hogy a kémcsőnek a nyílása ne mutasson semmiképpen magunk felé sem, és esetleg társunk felé, mert ez a vizes oldat nagyon hamar föl tud forni, majd mindjárt ugye ez folyadékoszlop emelkedéssel jár, illetve ugye érezzük, hogy forr a rendszer, mozgathatjuk a melegítés során, és mindig ugye feldén tartjuk a kémcsövet. Már hallatszik is, meg látszik is, hogy forr. És mindjárt emelkedik a folyadékoszlop, ugye forrás során keletkeznek buborékok. Leveszem, pihentetem egy picit, hogy ne forjon ki. Ezt 3-szor megismételhetem. És ha úgy gondolom, hogy eleget forrt, és nem jött ki a kémcsőből, akkor szépen egy pici, körülbelül 10-15 másodperc hűtés után, így mozgatás után beletehetem a kémcső állványba, hogy az se olvadjon meg. Jó? Várok, vagy hűljön. Közben a borszesz égőt ugye megfelelő módon elzárom, és majd oldalra helyezem. Amíg a szotyi főzelékem hűl, addig a 2-es kémcsőbe étolajat öntök, körülbelül megint csak 2-3 cm magasságú, nem kell többet, behelyezem a kémcsőtartóba, és a tejből hasonlóképpen ugyanannyit teszek. És látszik, majd ide teszem, látszik, hogy a 3 kémcsőbe ott van a szotyi főzelék, az étolaj, illetve a tej. Elvileg mind a háromban találok lipidet. A lipideket az úgynevezett szudán 3 oldattal fogom kimutatni. Ez eredetileg egy ilyen pirosas, rózsaszínes oldat, alkoholos oldata a szudán 3-nak, és tulajdonképpen
ezt várom, hogy reagáljon a lipiddel. Tulajdonképpen a reakció során is ugye ez a szín látszódik, illetve majd mindjárt nézzük meg, mi történik. Először a szotyi főzelékbe egy 2-3 cseppet teszek, aztán teszek az étolajra 2-3 cseppet, vagy még többet is, jó, és a tejbe is. Teszek valamennyit. Ami látható, hogy a lipid az valószínű, hogy első lépésben fönt a folyadékoszlopok tetején reagált magával a szuda három oldattal, és ilyen gyűrűszerűen látszódik majd ez az oldat. Ugye ezt is várjuk. Azért tudjuk azt, hogy én megfogom most a szotyi főzeléket, és összerázom, akkor szépen lentebb kerül az oldat, és majd a kémcső egész lipid tartalmával reakcióba lép. Látszik az étolajos kémcső tetején is a szudaárom oldat, tehát ott vannak fölül ugye a lipid cseppek, összerázom és próbálom ugye, hogy oldódjon a rendszerben. És a harmadik, ugye a tej, látjuk tej tetején ott a zsír, a tej föle, ugye, amit le tudunk esetleg újjal is emelni. Na most látszik a szírreakció, ha ezt összerázom, azért szépen mutatja, hogy oldódott, és a benne lipidekkel talán egyenletesen reagált. Jó, tehát most ebben a részben tulajdonképpen lipideket mutattunk ki szudán három oldat segítségével. És a harmadik szervesanyag csoport a fehérjék lesz rá, a fehérjéket nátrium-hidroxid és vészszulfát segítségével fogjuk kimutatni. Ugye gumikesztyű még mindig a kezünkön van, mert a vegyszerek bőrirritációt okozhatnak érzékenyebbeké. Most a 4-es és 5-ös kémcsővel fogom felhasználni. A 4-es kémcsőbe én tejet öntök, 2-3 cm magasságot, illetve az ötösbe pedig tojásfehérjét. Na most ezt egy kicsit a tojásfehérjét meg lehet keverni, hogy a benne lévő anyagok ugye ne egyszerre zúcsannanak át a kémcsőbe, és ügyesen próbálok valamennyit áttenni, tehát körülbelül 3 centit. Tehát a 4-esbe tejem van, az 5-ösbe pedig tojásfehérjét. És én mind a kettőből fehérjét szeretnék kimutatni. A fehérjét tudjuk, hogy olyan kémiai vegyületek, amelyek nagyon érzékenyek a környezetnek a tulajdonságaira, így például a pH-jára, a kémhatására. Első lépésben nátrium-hidroxidot, lúgot fogok a fehérjének adni, és tulajdonképpen már ez elegendő számára ahhoz, hogy kicsapodjon. 4-5 cseppet teszek egyelőre mind a két kémcsőbe, és kicsit már is rázom a tejet is, illetve az tehát a tojásfehérjét is. A tojásfehérjében már látszik, hogy némely fehérje molekula kicsapódott, nagyon érzékeny a környezet pH-jára. Ha még teszünk hozzá mind a kettőhöz, és nátrium-hidroxidot, akkor esetleg majd jobban adja a reakciót. Még teszek 2-3 cseppet. Jó. Nézzük csak, hogy a tojásfehérjével mi történik. Tehát már ugye kicsapódás látható, főleg a felső részén. Jó. Na most, vészszulfát oldatot fogunk mind a kettő kémcsőbe tenni. Ehhez a mennyiséghez 3-4 csepp elegendő. A részszulfát kék színű oldat, és a nátrium-hidroxidos fehérjével sötét lila színreakciót fog mutatni. Tehát ez kék színű. És akkor 4-et, 1-2-3-4-et, egyik kémcsőbe, 1-2-3-4 másik kémcsőbe helyezek, és egy kicsit összerázom. A tej már adja a világos lila pasztelszint. És itt is elvileg látszik a lilás elszíneződés. Na most a tojásfehérjével ott nem annyira vagyok megelégedve,
De mivel kísérletről van szó, nyugodtan tehetünk még hozzá nátriumhidroxidot, amivel további lúgosítást végzek, és hát ha erősebb színváltozást tudok előírni. 3-4 cseppet mind a kettőbe tettem, és látszik, hogy sötétebb a szín, mint az előbb, mind a kettőnél, illetve a tojásfehérjénél látszik, hogy erősebb a lilás elszíneződés. És ami elszíneződött, az biztos, hogy kicsapódott fehérje. Az utolsó része a kísérletünknek, hogy nézzük már meg, hogy tojás sárgája, illetve tojás fehérje tényleg tartalmazhat-e fehérje molekulát. Ugye itt van a tojás fehérje, tojás sárgája, próbáljuk ugye otthon is mindig szépen szétválasztani például a piskóta készítésnél. Jó, tehát elvileg a sárgájában nem lehet fehérje, ha ügyesen szétválasztottuk. Mind a kettőbe teszünk akkor nátriumhidroxidot, mondjuk 3 cseppet. Jó, ugye itt még max kicsapódik a fehérje, esetleg látszódik fölülről, ha belenézünk a főzőpohárba, és jöhet a rézszulfát. 4 cseppet teszek mindegyikbe, tehát sárgájába, fehérjébe. Na most, ugye minek kellene látszódni? Annak, hogy ellilul a fehérje is. Hát egyelőre látszik, hogy kicsapódott a fehérje mindkettőben, ugye? Tehát a rézszulfát, ahol szépen megtapadt. Na most valószínűleg nátriumhidroxidot fogok még egy-kettő többet tenni, és már is mutatja, hogy a fehérjébe, tojás fehérjébe ott van gyönyörű szépen a fehérje molekula kicsapódva, és a rézszulfát lilává változott. Megteszem ugyanezt a sárgájába, és adok még hozzá nátriumhidroxidot, lúgosítom. Itt viszont nem annyira lilul, hanem maradt kék, azaz a sárgájában nincs fehérje. Köszönöm szépen!